rettegett a gondolattól, hogy lélegeztetőgépre helyezhetik. A férfi senkiről sem tudott, aki túlélte volna a beavatkozást, de úgy tűnt, nem maradt más választása. Bejött az orvos, és azt mondta, lélegeztetőgépre kell helyeznünk. Ha nem tesszük ezt meg, meghal. 2021. augusztusában Csetsé finnes felesége René nyugdíjba vonulásuk után átszelték az egész országot. Útjukon együtt lovagoltak, tengerpartra jártak, családjukkal és barátaikkal találkoztak. Aztán megérkeztek Oregon államba. Chetet szörnyen rázta a hideg. Folyton reszketett és fázott. Pocsékul volt. Nagyon nehezen vette a levegőt és köhögött. A pár hamarabb fejezte be a kirándulást, és hazament. Mire elérték otthonukat, Chet már nagyon rossz állapotban volt. Próbáltam nagy levegőket venni, hogy a tüdőm kitáguljon. De egyszerűen nem ment. Nem jutottam levegőhöz. Nagyon megijedtem. Két nappal később Chet bekerült a sürgősségi osztályra, ahol Covid okozta tüdőgyulladást állapítottak meg nála. Az orvos kijelentette, Chet, ha nem helyezzük lélegeztetőgépre, meghal. Mikor elment, a férjem hozzám fordult, és azt mondta, René, félek. Én is félek, mondtam. Minden történet, amit a lélegeztetőgépre került betegekről hallottam, halállal végződött. Én nem akartam meghalni. A kórházi Covid óvintézkedések miatt René hazament, és arra kérte ismerőseit, hogy támogassák imában férjét. Több mint 200 e-mailt küldtem ki, amiben kértem, hogy imádkozzanak Chetért. Megkerestem a gyógyulásra vonatkozó igehelyeket a Bibliában. A következő verszak különösen megragadott. Kibocsátom a szavamat, és meggyógyítom őket. Minden nap elismételtem. Chet és René pásztora és a gyülekezet egyik vezetője a kórházi szobájában imádkoztak a férfiért. Mielőtt bejöttek a szobába, láttam, hogy az Úr kinn áll az ajtó előtt. Nem embert láttam, hanem Isten szeretetét, az ő dicsősége fényességét. Az ő szeretetét láttam. Akkor azt mondtam, akár meghalok, akár élek, az Úrhoz tartozom. Meg akartuk kenni Chet fejét szent olajjal. Ő azt kérte, a kezemet és a lábamat is kenjétek meg. Aztán imádkoztunk Jézus nevében. Megdorgáltuk a betegséget, a gyengeséget. Tudtam, hogy bárki bármit mondjon is, Chet rendben lesz. René minden nap felhívta, hogy Chet hallhassa a hangját. Öt nappal később a Covid miatti szigorításokat feloldották, és Renét beengedték férjéhez, akit addigra mesterséges kómába helyeztek. 15 percet kapott, amit ki is használt. Elkezdtem imádkozni. Dörzsöltem a lábfejét és a kezét. Megérintettem az arcát. Azt akartam, hogy tudja, ott vagyok. Tudtam, milyen fontos neki az érintésem. Az elkövetkező hetekben Chetnél több komplikáció is fellépett. Lyuk keletkezett a tüdejében, és belső vérzése volt. Két héten át többször is megpróbálták levenni a lélegeztetőgépről, de Chet nem tudott egyedül lélegezni. Gyógyszerekkel szedálták, hogy nyugalomban tartsák. Féltem, mert tudtam, hogy nem jut oxigénhez. Aggódtam, hogy agykárosodást szenvedhet. Bementem a nappalinkba, és felkiáltottam, Istenem, tudom, hogy haza fogod hozni. És akkor az Úr csendes hangon megszólalt. Rögtön béke járt át. Azt mondta, akkor miért kételkedsz bennem? Erre azt feleltem, nem fogok többé kételkedni. Másnap Renét felhívta egy nővér. Elmondta, hogy Chet lélegeztető csöve ki volt húzva, és magától lélegzett. Mivel Chet még mindig mesterséges kómában volt, senki sem értette, hogy történhetett ez. A férfit végül sikeresen felébresztették. A vizsgálatok azt mutatták, nem történt nála agykárosodás. Tudom, hogy Isten segített abban, hogy felébredjek. Meggyógyított és gondot viselt rólam abban a kórházi szobában. Annyit tudtam mondani, hogy köszönöm Istenem, köszönöm, hogy ismét megválaszoltad az imáinkat.
Október 20-án 27 kórházban töltött nap után Chetet kiengedték, és gyógytornára küldték. A kognitív képességeit meg kellett újítania. Erőt kellett gyűjtenie, hogy kezeit és lábait ismét mozgatni tudja. Enni is újra meg kellett tanulnia. A kezelést 2 hónapra tervezték, de mindössze 9 napig tartott. Isten onnantól fogva elkezdett gyógyítani. Először fel tudtam állni, majd egyre erősödtem és sétálgattam a szobában. Chet újra találkozott a tüdőgyógyászával. Pontosan emlékszik, hogyan reagált az orvos. Azt mondta, tudja, ez egészen elképesztő, elképesztő. Chet, ön egy csoda! Ámen! Az vagyok! Chet egy csodálatos bizonyság Isten valódiságáról. Arról, hogy ő mire képes, és hogy ő igenis él. Él és cselekszik. Chet az orvosok minden kétejét megcáfolta, és még a hosszú távú memóriáját is visszanyerte. Ő és családja tudják, hogy ez csoda. Jézus gyógyította meg őt az imák által. Teljes szívemből hiszem, hogy Chetet a kitartás és az imák tartották meg, és Isten használni akarja őt arra, hogy embereket Krisztushoz vezessen. Isten előtt nincsenek korlátok. Ő beavatkozik és meggyógyít. Ezt megígérte. Cici Winans gospel énekesnő ismét rekordot döntött. Új albuma a slágerlisták első helyére került, és az American Idolban való szerepléséről készült videó is nagyon terjed az interneten. Nehéz elhinni, hogy 3 éve még a nyugdíjba vonulását fontolgatta. Efrem Graham Nashville-be utazott, hogy interjút készíthessen vele. Oh, I will sing of the goodness of God. High praise and headlines. Elismerés a címlapokon. Még most is emlegetik CC Winans szereplését az American Idolban Isten jósága című slágerével. Az énekesnő épp most ért vissza turnéjáról. Most ért véget első koncertünk Shreveportban. Köszönjük! Tele volt erővel! Ma a texasi Houstonból jelentkezünk. Elképesztő erőt tapasztalunk. Ma Miami-ban vagyunk, és annyit mondhatok, hogy mindenki tűzben ég. Ma van a Goodness turné záró estéje. Elképesztő élmény volt. Most ért véget a Goodness turné. Milyen érzés, végre fellélegezhet? Nagyszerű érzés. Egyszerűen csodálatos volt a turné. 24 városban jártunk. Mielőtt elkezdtük volna, kiírtam a közösségi médiában, hogy imádkozzanak értem. És így is tettek. Az egész út tele volt erővel. Minden este feledhetetlen volt. Őszintén. A turné után következett a szokásos éves női konferencia. A legfelkapottabb előadó most egy új lemezt is kiadott. Beszéljünk egy kicsit az új számokról, a More Than This-ről, ami nemrég jelent meg. Halkan mondom, hogy tűkön ültem. Ami miatt fent marad. Igen, megvártam, míg kijön, és azóta az első helyre került. Vártuk, és listavezető lett. De jó ég! Igen, hallottam a hírt. Fantasztikus érzés, de közben alázattal és izgalommal tölt el. Azt hiszem, valami olyat alkottunk, amivel tudnak azonosulni az emberek. Ez több, mint puszta szórakoztatás. Olyat szerettünk volna, ami képes elérni a szívüket és szolgálni feléjük. Ha meghallgatja az albumot, a kedvenc részem, amikor a közönség énekel. Ahogy a hangjukat hallgattam, úgy éreztem, a menny nem sokban különbözhet ettől. Találtam pár adatot, amit először alig akartam elhinni. A Believe for It című szám több mint 500 000 nézettséget ért el 2023-ban, az összes számot pedig több mint 2 milliárdos megjelenést generált, csak a YouTube-on. Ezek azért lenyűgöző számok. Hűha! Hát erről én nem tudtam. Wow!
Az valami elképesztő volt, amikor felvettük a Billy Forit-et. Imádkoztunk előtte. Mindig szoktunk, de a Covid alatt teljes szívünkkel vágytunk rá, hogy Isten kenete és szelleme megnyugodjon ezen a projekten, hogy a szelleme megérintse az embereket. Rengetegen el voltak szigetelve a külvilágtól, nem tudtak elmenni gyülekezetbe, vagy szó szerint az életükért küzdöttek, szeretteiket veszítették el. Ezért kiáltottunk Istenhez, és így vettük fel a More Than This lemezt. Aztán, amikor telefonon beszéltünk a csapattal, elmondták, hogy még mindig a Billy Forit hozza a legnagyobb számokat a megjelenése óta, ami már 3 éve, sőt, több mint 3 éve volt. Csak annyit tudtam mondani, dicsőség Istennek. Csak ámulok, Isten pedig újra és újra lenyűgöz minket. Szeretem, hogy Isten úgy cselekszik, hogy mi emberek nem tudjuk learatni a dicsőséget. Itt is az egész csapattal keményen dolgoztunk. A lemezkiadósok is, én is, a zenekar, az énekesek. Mind azért dolgoztunk, hogy elkészülhessen a lemez, és mint áldozatot fel tudjuk ajánlani Istennek. És amikor megáldotta, az olyan volt, mintha mi nem is tettünk volna semmit. Még egy érdekesség, mielőtt elengedném. Jó. Ha nem tévedek, és a Wikipédia sem hazudik, nos, az idei születésnapod mérföldkő lesz. Ó, igen, a Wikipédiának teljesen igaza van. 60 éves leszek az idén. Annyira izgatott vagyok. Nagy terveid vannak? Hát, a nagy terv nálam most leginkább úgy nézne ki, hogy a tengerparton napozok a férjemmel. Nem, egyébként még nem terveztem semmit, mert majd csak október 8-án lesz. De hogy 60? El sem hiszem. De ennek is eljött az ideje, én pedig örömmel várom. Ráadásul idén leszünk 40 éves házasok a férjemmel. Igen, 40, és még mindig szeretem, még mindig ő az én nagy öm. Én pedig 60 éves leszek, van már 3 unokám, és hálás vagyok. Nagyon hálás. Ephraim Graham voltam, Cici Winans-szel beszélgettem Nashville-ben. Adama mindent feladott a hitéért. Neki és gyermekeinek nem volt pénze, élelme, és nem tudtak hol lakni. Mégis mindeközben Adama bízott Istenben, hogy majd gondoskodik róluk. Isten pedig önökön keresztül válaszolt neki. Mikor Adama és gyermekei keresztények lettek, a férje a többi muszlim családtaggal együtt elkergette őket az otthonukból. Házról házra jártam, és ruhát mostam, amiből alig volt bevételem. Képtelen voltam fizetni a bérleti díjat. Emiatt többször is kilakoltattak minket. Félkész házakban laktunk, melyeknek nem volt ajtaja és ablaka. Az iskolából is kiraktak minket, mert nem tudtuk fizetni a tandíjat. Nagyon fájt, amikor láttam a barátaimat, hogy nélkülem mennek iskolába, de bíztam Istenben, és arra kértük őt, hogy segítsen. Alig volt mit ennünk. Egy alkalommal 4 napig nem ettünk semmit. 33 centem maradt. Ebből teafiltert vettem, és csináltam egy kis teát a gyerekeimnek, hogy megtöltsem a hasukat. Egy ima alkalmon egy ottani hölgy felvette a kapcsolatot egy szervezettel. Kérte, hogy segítsenek. Nem sokkal ezután egy másik keresztény pár egy ima alkalmon felajánlotta, hogy kifizetik nekik egy lakás bérleti díját. Aztán az Orphans Promise egy különleges szívmelengető ajándékkal jött. Rist, hagymát, olajat és mindenféle ennivalót hoztak, amire szükségünk volt. Dicsőség Istennek! Nagyon sírtam örömömben, amikor ez a csoda történt. Emellett, hogy Adama gyermekeinek segítünk jó képzést kapni, kifizettük az iskolai tandíjukat is. Isten meghallgatta az imáinkat. Folytatni tudjuk a tanulmányainkat. Bölcsességet és értelmet ad, így mindig, amikor első vagy második vagyok az osztályban, megköszönöm neki, hogy segít minket. A szívem tele van Jézus Krisztus örömével. Minden megváltozott. Elküldte az angyalait az Orphans Promise-on keresztül, hogy megáldjon minket, és visszaadja a méltóságunkat. Minden adakozónak és mindenkinek, aki ezt lehetővé tette, üzenem, hogy Isten áldja meg és vezesse dicsőségről dicsőségre, hogy továbbra is áldás forrásai tudjanak lenni mások számára.
Sana Cotton gyermekkora egy rémálomhoz hasonlítható. Kábítószerfüggő édesanyjával együtt drogtanyán élt 4 éves koráig. Gyerekkorának többi részét állami gondozásban töltötte. 18 éves korától egy mérgező kapcsolatban élt, míg teljesen össze nem tört. Sana Cotton megrázó gyermekkoráról beszél, és a szégyenről, mely évekig kísérte. Gyakorlatilag egy drogtanyán éltünk. Édesanyám kibejárt a börtönből, és a mai napig nem tudom, ki a valódi apám. Még csak 4 éves volt, amikor a rendőrség rajta ütött a lakásukon, és őt alultápláltan fizikai és szexuális erőszak nyomaival a testén találták meg. Sana is a bátyja nevelő otthonba került, majd 4 évvel később egy család örökbe fogadta. Gondviselői keresztény értékrendjük szerint nevelték Sanát. Mindig tanítottak Istenről. Mindig mondták, hogy el kell mennünk a gyülekezetbe, és hogy ott egy magasabb erő van, ami felé törekednünk kell. De sohasem volt igazi, személyes kapcsolatom Jézussal. 18 évesen szerelmes lett egy idősebb férfiba és teherbe esett. Ez egy mérgező, néha erőszakos kapcsolat volt. Folyton önmagam kerestem, hogy ki is vagyok, és próbáltam találni valakit, aki szeret. Egyfajta gyógyírt kerestem, és kerestem a módját, hogy találhatnám meg egy férfiban az igazi szeretetet, amit sohasem kaptam meg apámtól és anyámtól. 2 évvel később különköltöztek, és Sana egy láthatás során elvesztette hidegvérét. Amikor a veszekedés fizikai erőszakba torkolt, rádöbbent, hogy az élete rendkívül rossz irányba tart. Egy nap, amikor jött a fiunkért, hogy hétvégére elvigye, egy fiatal nőt hozott magával. Annak ellenére, hogy már nem voltunk együtt, valami elpattant bennem. Emlékszem, amikor vége lett a veszekedésnek. A fürdőszobában találtam magam, a tükör előtt álltam, bámultam, ahogy könnyek patakzanak az arcomon. És arra gondoltam, az életnek ennél többnek kell lennie. Mielőtt aznap este lefeküdtem, évek óta először térdre estem, és csak sírtam Isten előtt. Könyörögtem, hogy mutasson valakit, aki úgy fog szeretni, ahogy azt megérdemlem. Másnap vasárnap volt, és az unokatestvérem azt mondta, hogy harmadszor megy el egy gyülekezetbe, és szerintem menjek én is. Így hát elmentünk. És emlékszem, ahogy közeledtünk a bejárathoz, egy elegáns úr állt kint. Odafordultam az unokatestvéremhez, és azt mondtam, Isten szólt, hogy ő lesz a férjem, mire ő elment az eszed. Isten miatt kell idejönnöd, nem a férfiak miatt. Azt mondtam, már pedig Isten azt mondta, ő lesz a férjem. Tudtam, hogy van benne valami más, amit előtte soha nem éreztem. Így az Isten tisztelet után végül telefonszámot cseréltünk. A férfi a gyülekezet pásztorának a fia volt, 6 hónap ismerkedés után összeházasodtak. Elkezdtem gyülekezetes dit játszani, ami alatt azt értem, hogy jártam az összejövetelre, énekeltem a dicséreteket, minden női szolgálathoz csatlakoztam, és minden máshoz is, ami csak folyt a gyülekezetben, de nem volt valódi kapcsolatom Jézussal. Váratlanul kérdőre vonta egy vendégprédikátor. Elkezdett beszélni arról az életről, amit én éltem. Azt mondta, Isten tényleg használni akar engem, de nem úgy, hogy közben romokban van a személyiségem. Ez volt az első alkalom, hogy rájöttem, tényleg egy roncs vagyok. És azt is felismertem, hogy a szerelem, amiért imádkoztam, és a férjem, akihez hozzámentem, nem gyógyított ki azokból a dolgokból, amiken keresztül mentem. Végül Sana átadta magát Istennek, és lassan kezdte felismerni, hogy a szíve megújul. Isten kristálytisztán megmondta, befejeződött a gyógyulásod, és most azt akarom, hogy megszabadulj a szégyentől. Rájöttem, hogy mindazok a dolgok, amiken keresztül mentem, a sok évi fájdalom, a sok évi sírás ide vezetett, ehhez a ponthoz, ahol Isten azt mondta, itt az ideje, hogy egészséges emberként szolgálj engem. Itt az ideje, hogy átad magad nekem. Ez volt az a pillanat, amikor gyakorlatilag földre estem a nappaliban, és átadtam az életem Istennek. Ez volt az a pillanat, amikor személyes kapcsolatom lett Krisztussal. Sana azóta is lépésről lépésre halad, már 11 éve házas, és támogatja férje Joshua lelkészi szolgálatát.
motivációs szónok és örökbefogadási felügyelő állami gondozott gyerekek mellett, és olyanok mellett, akiknek a szülei börtönben vannak. Létrehozta a Szégyen nélkül alapítványt, amely nőket támogat. Többé nem szégyelli a múltját, sőt, elfogadja Isten gyógyító és helyreállító erejének bizonyítékaként. Az adja a legtöbb örömöt az életemben, hogy a gyermekeim annak a nőnek látnak, aki most vagyok. Ők láttak, amikor egy megtört ember voltam. Rengetegszer láttak sírni, de most Isten munkáját látják az életemben. Isten megengedte, hogy felhasználjam azokat a dolgokat, amelyek miatt szégyenkeztem, amik miatt szégyeltem, aki voltam, hogy beszéljek róluk az ő népének, hogy mindent elmondjak nekik arról, mit tett értem Isten. Hogy elmondjam nekik, amit értem tett, értük is meg tudja tenni. Hallják meg ezt az igazságot, ha Isten megtette ezt Sanával, önökért is meg tudja tenni. És nem csak meg tudja tenni, de kész is rá, akarja és képes megszabadítani önöket. Miért? Azért, mert ő a bűneink bocsánatáért halt meg a kereszten. Dicsőség ezért Istennek. Meghalt a kereszten azért, hogy mi egészségesek lehessünk. Nem csak a testünkben, de a szívünkben és a lelkünkben is. Ha látták ezt a riportot, és hasonló kérdéseik vannak, mint Sanának, van ennél több? Ahogy Sana mondta, hiszem, hogy sokkal több van az életben annál, mint amit eddig megtapasztaltam. A sok negatív dolog, a trauma, a bántások, a megbánás, a szégyen, a bűntudat, a függőség, és a többi. Igen, ezeknél sokkal több és jobb vár önökre. És meg tudjuk találni. Nem számít, hogy kik vagyunk, vagy mit követtünk el a múltban. Mindannyian megtalálhatjuk a bővölködő életet Jézus Krisztusban. És ha most néz minket, és még nem adta át az életét Jézusnak, vagy évekkel ezelőtt gyermekként tette meg, akkor most itt az idő, hogy alárendelje magát Jézus Krisztusnak, úgy, mint soha. Mondja velem ezt az imát. Mennyei Atyám, hozzád kiáltok. Jézus, legyél ma az én Uram, és megváltom. Úr Jézus, úgy döntök, hogy elfordulok a gonosz útjaimtól. Elfordulok a sátán minden útjától, és hozzád fordulok. Jézus, legyél az én Uram, és megváltom. Kérlek, költözz a szívembe. Köszönöm, hogy megbocsátottad a bűneimet. A Jézus nevében, amen és amen. Ha elmondták velem ezt az imát, mondják el a környezetükben is valakinek, hogy átadták életüket Jézusnak. Mi is szívesen segítjük önöket a hit útján, ha igénylik. Az Úr áldja meg önöket! Thank you.